Az Exatlon 14. hete a végjáték első fordulójával indult, amit viszonylag simán 10-6-ra nyertek a kihívók. A kihívók nyerik a végjáték első fordulóját! A verseny bárnyékolta, hogy Suti András többször is megbicsaklott és elesett a pályán, és az ügyességi feladathoz érve rosszul lett. Mentő vitte el a kórházba. Másnap került sor a Dominikai Köztársaság ellen vívott csatára, és bár a verseny 10-9-re mi nyertük, Dóri és Móricz Dani közös futamával mégsem volt felhőtlen az örök. Nemzetek csatáját! Kocsis Lilkó keze ugyanis megsérült. A kihívóknál Gréti könnyei folytak, mert nagyon bántotta, hogy neki nem adtak esélyt futni a dominikaiak ellen. Amikor jött a hirtelen halál, Dóri várta, hogy tényleg ő fussa a hirtelen halált. És tudtam, hogy benne az van, hogy azt mondja, hogy menjek én, de közben nem úgy gondolja, vagy nem tudom. A tripla tét napján Suti Andrásról kiderült, hogy egy lappangó betegség miatt haza kell mennie. Így véget ért számára az exatlon. Hogy az orvosok azok úgy döntöttek, hogy semmi esetre sem folytathatod az exatlont. A verseny nagyon szoros volt. Ismét a hirtelen halál futammal lehetett csak dönteni. Dóri és Ákos kettőse a kihívókhoz juttatta a villát, az előny és a Joker. Kihívók nyerik a triplatét napját! A végjáték második fordulója előtt Andris közös meditációval indította a bajnokok napját. De ez nem volt elég, mert 10 hétre a kihívók nyerték a második végjátékot is, és így a bajnok fiúknak kellett párbajozni. A kihívók nyerik a kéthetes hajsza második végjátékát is! A biztos párbajozó Balázs lett. Ellenfelet Krisztián jelölt neki. A 70. versenynapon Suti András helyére megérkezett a bajnokokhoz Jósa Dani. A medálokat Bálintnak és Dórinak sikerült elhoznia. Majd jött egy drámai párbaj. Krisztián Móricz Danit küldte Balázs ellen. Balázsnak a párbaj ellenfele Dani lesz. Bár Dani a saraspályát mindig óriási előnnyel hozta, mégiscsak egy futamot tudott nyerni, és Krisztián hiába ajánlott fel neki medált, azt nem fogadta el. Krisztián, ajánlsz föl medált? Igen. Nem fogadod el. Felkészülni, 3, 2, 1. Így 70 nap után Móricz Dani számára ért véget az exatlon. Dani exatlonjának vége. És megmutattad, milyen egy igazi bajnok. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.